két diplomaosztót is tartottak az Edutus főiskolán délelőtt Budapesten, délután pedig Tatabányán kapták meg diplomájukat, illetve akiknek még nincs nyelvvizsgájuk, az úgynevezett igazolást tanulmányaik befejezéseken. Alapképzésben gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, valamint turizmus vendéglátás alapszakon 100 hallgató vizsgázott eredményesen, Tatabányán 25 fő, Budapesten 75 fő. Marketing mesterszakon 14 fő tett sikeres mestervizsgán Budapesten. Mindezen túl gazdasági felsőfokú szakképzésben Tatabányán 24-en, Budapesten 19-en tettek sikeres szakképesítő vizsgát. Az intézmény megbízott rektora arról beszélt köszöntőjében, hogy a diploma megszerzésével nincs vége a tanulásnak, hiszen mai korunkban a tudást időről időre meg kell újítani. Különleges nap ez az önök életében, hiszen lezárul egy korszak, kezdődik valami új feladatokkal, kihívásokkal, új kötelezettségekkel, már diplomával segíten. Külön elismerést illeti azokat a diákokat, akik levelező tagozaton fejezték be a tanulmányaikat, hiszen munka és család mellett tették ezt az elmúlt évek során. A diploma azonban pusztán egy első lépés a munkaerőpiacon, nem jelenti azt, hogy vége a tanulásnak, ez tulajdonképpen egy rossz hír az önök számára, tehát nem mondhatják azt, hogy most vége mindennek, és gyökeresen új életet kezdenek, hanem bizony a 21. század nagy kihívása, hogy az ismeretek nagyon rövid idő alatt elavulnak. Azt is mondhatjuk, hogy 3-4 évente teljesen kicserélődnek, tehát kénytelenek lesznek az ismereteiket frissíteni, illetve újakat szerezni. Ehhez az Edutus főiskola jövőben is segítséget kíván önöknek nyújtani a különféle továbbképző kurzusaival, nyelvi képzéseivel.